ami arról híres, hogy a Gézának egyszer emiatt sajnos meg kellett ismételni egy vizsgát Németországban. De mondom, ez lehet, hogy hülye kérdés lesz. Hát ez a hidrodinamikai mozgás egyenlet, ez a Newton egyenletnek az a formája, amit áramló közegekre, folytonos közegekre föl lehet írni. Hát ugye van benne mindenféle érdekes, ez például a nyomásgradiens tag, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy valamelyre csökken a nyomás, arra akar mozdulni a részecske, de persze, majd tulajdonképpen, hogyha ezeket a tagokat így elhagyjuk, hogy ez nagyon fontos, hogy ez olyan alakul, mint egy diffúziós egyenlet, vagyis a diffúziós tulajdonképpen sebesség diffúziót jelent. Kérdésed van még külsőhoz? Fizess elő a Patreon, mert fizessetek elő! Ez, hogy a folyadék az tulajdonképpen így áramlik. Igen, az a Hagen-Poiseuille törvény, most ahhoz egyébként... Valójában szükség van, bocsánat, erre a tagra is, illetve csak ilyet viszont is a pénzkeztünk. Tehát valójában itt van egy elhasználó tapasztalnak a csönnek, vagyis a gradiens tő, és amúgy meg igen, tehát akkor egy egyensúly megold, ez egy egyensúly megoldás, és akkor itt van ez, a gével nem kell foglalkozni ebben a csöves problémával, és akkor itt van tényleg ez a sebesség más ügyenletre vonatkozó tag. Tehát nem véletlen, hogy ez itt valóban egy parabolikus sebesség. Ezt nagyon jó megmagyaráztad, de nem tudom, én ettől sokkal egyszerűbben gondolkozom. Na, tehát, hogy én úgy gondolkozom, hogy Vízhozam. Hát látjátok, hogyha Miki tanított volna engem fizikára, akkor most okosabb lennék. De nem ő tanított, azért megbuktam ebből. Fizessetek elő! Szeretnétek, hogy Miki tanítson titeket, meg hogy én is okoskodjak, akkor ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni premier előtti tartalmakért. Valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért. Fizessetek elő a patreon.com/parallaxis. A patreon.com/parallaxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális... Ahol most egy speciális rezsicsökkentett támogatói csomagot is találtok. A tájékoztatás nem teljes körű. A részleteket keresd a leírásban. Patronáloknak extra tudományos fogadóórát biztosítunk minden hétfőn 11 órától 12-ig. Online lehet kérdezni a tudományról, a világegyetemről és mindenről. Vince Miklós és kollégáit. Fizessetek elő!